Anfield Shop. Pólók, pulcsik, bögrék, genyók. Link a leírásban. Na hát szevasztok gyerekek! Hát arra jutottam, hogy why not? veszünk fel még egy sofőrt, és annak pedig veszünk egy kamiont, ugyanis most néztem meg, hogy igazából három ö, kamionállásos maga ez a cucc, úgyhogy ö, hát ezt nem akartam. Nem tudom, miért kattintottam oda. Úgyhogy ide még veszünk egy kamiont, illetve felveszünk egy alkalmazottat. Szóval, először szerintem nézzünk kamiont. Van már, amit felfedeztünk, egy ment is. Volvo-t azt tudjuk milyenek vannak, mentben nézzük meg, hogy milyen kamionok vannak. Ja, de várj, először fel kéne venni a hitelt, meg kéne nézni, hogy fel tudjuk-e, mert elvileg fel tudjuk venni, mert még van hitelkeretemből 100 ezer. Nézzük meg a bankot. És elméleti szinten ezt még fel tudjuk venni, és úgy lesz 148 ezerünk. Így van, 35 nap, 18 2888, tehát 7000, 8500-at fogunk fizetni naponta, ami még, ami még jó, ami még jó, átlagos napi haszon jelenleg 10.000 környékén van, úgyhogy nincs ezzel semmiféle probléma. Uh, 8675 forint volt ott per nap. Úgyhogy most pedig nézzünk, nézzünk először egy kamiont. Tehát, hogy kamionkereskedők és uh, egy ment. Nézzük meg, hogy ők, ők miket árulnak. Jelen ja, most nincsenek nyitva, mi? Online vásárlás? Azt még nem tudok. Uh, igen. De nincsenek nyitva. De, valamilyen nyitva volt, jó van. Na itt van egy 320 lóerő, csak az elég pici. 480 lóerő. 138 ezer ez már. De ez 480 ez is. Ez meg valamivel nagyobb. Ennyink meg már nincsen, de ez 440. Ja, csak ez ilyen brutálisabb cuccot tud húzni? Talán azt akarja ez mutatni. Mindegy, első körbe szerintem veszünk egy uh, 109.480 lóerővel. Az enyém az mennyi? Távozás. Távozzunk innen. Azt mondja, hogy az enyém az... Uh, az, 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 az... Uh, kamionok. Hol van az, hogy kamionok? Állapot felmérés? 460 lóerő. 1400 literes tákolmány van ott alattunk. És ez 480 lóerő volt. Tehát azért, azért erősebb is a cucc. Mit mondtak? Most az a baj, nem vagyunk online, mármint hogy nem vagyunk streambe. De én azt mondom, hogy megveszük a ment. Nem, legyen itt csak Volvo. valamivel olcsóbb is volt Legyen itt csak Volvo, És akkor majd ö, szépen egy másik helyen veszünk egy miatt. Online, ja de online nem tudom Ez most nem tudom miért van nyitva miközben valami éjszaka van De oké, okay. én elfogadom Ez 540 lóerő 460 lóerő de ez miben más? Komolyan nem tudom, hogy ez miben más. Ha. Ez 1400 az RPM és ez 1450. Hát figyelj, én, én nekem ez jobban tetszik. Sokkal nem drágább. Um. Kiépítés testre szabás. Ah, megvesszük ezt. Megvesszük ezt is. Annyi, hogy ezen is ezeket a... Nap nem kell annak. Jó az neki. Ami van. Euró hatos motor. Ez pluszba kerül. Még 300-at fizetünk rá. Ezt szerintem mehetünk közben tovább. Sebességváltó az mindegy. Ez is mindegy. Jó az neki. Fehéret állítsunk be neki is. Úgy is van. És tulajdonképpen még teszünk be neki egy napellenzőt. Kapja be. Így is van. És akkor megerősítés és vásárlás. Nem szeretnék beülni a kamionból és akkor menjen ide. Így is van. Ez lesz a kocsiállása. Köszönjük. Elszállítják. Jó. Távozzunk innen. És akkor vegyünk fel egy ö, emberkét. Munkaközvetítő. Na nézzük ki mit ajánl. Itt Napoliba. Uh, Munkahálózatot, kutasson néhány ügynökséget Tulajdonképpen ez a három van ugye, jelenleg Én ezt néztem, ezt a csávót uh, Mert ez 1,7-es 1,7-es neki az értékelése Úgyhogy uh, Úgyhogy én őt mondom, őt mondtam Öko, tehát üzemanyag üzemanyagtakarékosságosan vezet uh, Vegyük fel őt Magnusom, ide jössz. Azt ez lesz itt a te kamionod. Itt csak ilyen lesz. Itt csak ilyen lesz, azt kész. Aztán így most akkor van plusz két. Alkalmazottunk. Milyen kis zöld fejünk van egyébként. Azért, mert azok vagyunk. <laughs> Tehát, hogy így... Igen, cég igazgatása. Sofőrök. Na nézzük akkor ezt a csávót. Magnus, pihen. Jelenleg ugye, majd szépen alakul neki is a cucca. Oké, okay. és akkor igazából... Hát ennyi, ennyi. Figyelj, ö, nézzünk egy, egy fuvart, én azt mondom. Hogy... Ö, igen... Na de várj, akkor most a bank Á, nem nézzünk nem nézzünk fuvart, srácok. Most ez csak egy ilyen gyorsabb videó. Ö, hitel limitből most nincsen semmi, nem tudom, hogy mikor lesz majd. 8600-at fogunk naponta fizetni. Ami még úgy ki is jön, mert még ez a csávó is elkezd dolgozni. És akkor majd terjeszkedhetünk, vehetünk majd máshol is telep helyett, ilyesmi. Uh, negyedik szinthez egyébként már nem nagyon kell sok képzettség. Uh, most ezt itt nem tudom megnézni. Azt mondja, hogy előre menetel. És akkor itt van, hogy... Uh, Negyedik szinthez igazából, hát még egy és fél fuvar kell, tulajdonképpen. Úgyhogy ezek lesznek a következő részben, srácok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis videó. Ez csak ilyen kis gyors valami, hogy lássátok mi van. Úgyhogy nyomjuk tovább. Hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. Piszkácsi, és szávaztok! Yeah, yeah, yeah.